Elérkezett a nyári időszak egyik legfontosabb mozzanata. Az új gímszarvas generáció világra jötte után, immár a forró, napsütötte réteken kalandozhatnak az első lépéseiket megtevő ifjú dámborjak is. Ebben az időszakban várhatóak a dámborjak. Érdekes módon egy hónappal később, mint ahogy a gímszarvasoknál az ellés van, mert nyilván a szaporodási időszakuk is egy hónappal későbbre tehető. Általában egy tején csak egy bor jut ellik, ezt viszont nagyon gondosan nevelgeti, úgyhogy a borjak nagy része, jelentős része az megmarad és nagyon szépen fejlődik. Ugyanúgy, ahogy a gímszarvasnál megszoktuk, vagy hát elmondtuk már sokszor, vagy akár az őzeknél is, itt is csak az első hét után kezd a kis borjú menni az anyjával, egyébként elfekteti a picinyét és oda jár visszaszoptatni. Ez egyfajta védelmi mechanizmus, amit azt szolgálja, hogy lehetőleg a ragadozókat el tudja kerülni, jellemzően kutyát, rókát, aranysakát, tehát ami veszélyt jelent ma Magyarországon a dámszarvas borjakra. De viszont amikor elkezd futni, akkor nagyon gyorsan tudja követni már az anyját. És hát ami érdekes még a dámszarvas esetében, hogy ezzel a petjezettségével ő az a faj, aki igazán megtéveszti a látogatókat, mert hiszen a kifejlett egyedek is petjesek, és ez nagyon sokszor összekötik azzal, hogy egy pici állat, fiatal állat, hát nem igazán tudják eldönteni, hogy ez most egy kifejlett szarvas tehén, dám tehén, vagy pedig egy borjú. Lényegében másfél év alatt érik el az ivarérettségi kort, jövő októberben már a most született kis ünőborjak fogamzó képesek lesznek, és hát ők is anyákká válnak. Úgyhogy egy nagyon különleges vadfajról van szó, ami nagyon jól alkalmazkodott a magyarországi viszonyokhoz.